Újvidéken évről évre nő a kóbor kutyák által okozott harapások száma, egyes utcákban már közlekedni is veszélyes. Olyan bejelentések is érkeztek a kommunális rendőrségnek, hogy gépjárműveken okoztak anyagi kárt a kutyafalkák. Mindez megváltozna, ha a város végleg kiépíteni a menhelyet. Problém pasa lutalice se uveliko rešava. I vrlo brzo ćemo doći do nekog konačnog rješenja kako ćemo to sistemski da izvedemo. Za to nam je potrebno mnogo koraka, a što tiče izgradnje azila, prva faza azila je izgrađena trenutno i čekamo upotrebnu dozvolu iz Zavoda za urbanizam. Kada ta dozvola stigne, to se očekuje krajem sljedeće nedelje, onda treba da dobijemo još upotrebnu dozvolu od Uprave za veterinu. Nakon što dobijemo i tu dozvolu, moći ćemo da počnemo sa radom konkretno sa tim objektom. A megkérdezett újvidéki polgárok is támogatják a menhely kiépítését. Szerintük ezt már régóta megtehette volna a város. Ako postoji mogućnost da se reši pitanje u smislu izgradnje azila, nekih utočišta gde jednostavno psi sa ulice mogu biti sklonjeni na neki način, oni spašeni, podržavam. Mislim da je to dobra ideja zato što su te lutalice nemaju dom i ovako bi dobili makar malo ljubavi i hrane. Eddig ismeretlen tettesek januárban és márciusban mérget szórtak szét a város utcáin. Emiatt 10 kutya pusztult el. Egy héttel ezelőtt újabb 6 kutyatemetet találtak az egyik újvidéki városrészben.